A finisébe fordult a Pillangó Park zöld felületének megújítása, az ott zajló beruházás. Erről, illetve a körzetében zajló más fejlesztésekről kérdezem vendégünket itt a stúdióban, Lévai Sándort, önkormányzati képviselőt, a szocialista Frakció tagját, akit még egyszer üdvözlök itt a stúdióban. Ha jól tudom, akkor a Pillangó Park eredeti befejezési határideje az május vége lett volna, ugye? Igen, igen. Én is tisztelettel köszöntöm a Kedves nézőket! pilangópark átadásának az időpontja május 31-e volt. Sajnos azonban, ahogy tapasztalták a kedves nézők is, a május hónap nem kedvezett a kültéri munkáknak. Egész hónapban iszonyú eső áztatta Magyarországot, így a pilangóparkot is természetesen, és emiatt ezek a munkák nem fejeződtek be. Most úgy néz ki, a munkálatoknak a folyamata, hogy június hónap lesz az, amikor a kivitelező át tudja adni a pilangóparknak a felújítási területeit. Természetesen a polgármester hivatalnak a szakemberei, a főmérnökség szakemberei folyamatosan kontrollálják ezt a tevékenységet, és azokat a hibákat, amelyeket felfedeznek, javítatják, illetve korrigálják. Még hátra van többek között a rendőrségi pavilonnak a telepítése, a köztéri nyilvános WC-nek e a telepítése, a köztéri szobornak a telepítése hátra van, és a közterületen és a park rekonstrukció során feltárt problémáknak a rendezése, illetve a fa telepítés az már megtörtént, illetve a növényzetnek a telepítése még hátra van. Ami ki a pillangóparkban jár, azért azt láthatja, hogy például a futókört nagyon szívesen használják már, birtokba vették az ottani lakók, és az ottani iskolák is, többek között a Szilveszter János gimnázium tanulói testnevelés óra keretében. Ben használják ezt a futókört, amire utaltam is egy korábbi nyilatkozatomban, hogy ez az iskolák számára is nagyon fontos beruházás. Másik nagyon fontos dolog, ami szintén ide tartozik, a nagy játszótér mellett található sportpályának a beruházása, mint a nézők is tudják, ezt plusz költségvetési forrásból az önkormányzat tavasz folyamán támogatta, plusz forrás biztosított rá, és ez is átadásra fog kerülni ebben a hónapban. Ugye említettem már, hogy a futókört és más elkészült létesítményeket birtokba vettek a környéken lakók, illetve az iskolába járók lesz-e valami ünnepélyes átadás, vagy egyszerűen csak eltűnnek az építési pavilonok, és innét lehet tudni, hogy befejeződött a beruházás. Nagy valószínűséggel lesz ünnepélyes átadás, főleg itt a szoboravatásra gondolok. Természetesen ez a polgármester úrtól függ. Ő az, aki hát ezt a kérdést végig gondolja, és megszervezik kollégáival együtt az ünnepélyes átadást, ha így dönt erről a kérdésről. Valószínű, hiszen ez több mint 500 millió forintos beruházás, zugló legnagyobb beruházása köztéri, köztéri kerületi beruházása volt, tehát én azt gondolom, hogy azért szó nélkül nem menjünk el mellette. De azért addig is, ahol eltűnnek a kerítések, ott ezentúl fűre lépni szabad. Így van, és birtokba lehet venni természetesen a területet. Nem csak itt a Pillangó Parkban, hanem a környéken, a körzetben más a zöld övezetet bővítő beruházások is zajlottak. Például, ha jól tudom, egy újabb közösségi kertet telepítettek. Igen, az első közösségi kertet a Füredi lakótelepen a Zsája utcában építették, meg és működtetik nagy örömükre az ott lakóknak, illetve a közösségi kert tulajdonosainak. A második közösségi kert sok-sok vita után, mint minden oly sok vita után, de végül is megvalósult. Padlizsán utca és a Bolgárkertész utca kereszteződésénél, a heltai Gáspár általános iskola előtti területen, olyan területen, ami senki földje volt igazság szerint, és azt gondoltam körzeti képviselőként, hogy tényleg itt a helye ezen a tér, ebben a térségben egy kertészetnek, második közösségi kertnek, hisz a Padlizsán utca, Bolgárkertész utca, Bolgárkerék utca utal arra, hogy ez bolgár föld volt annó, annak idején, zugló helytörténeti szempontjából is fontos ez a terület, és hát hol máshol, ha itt, igazán fontos lenne megemlékezni erről a ö, ö, tevékenységről, és egy kicsit a kertészeti kultúrát is fejlesztve, szabadidő hasznos eltöltését biztosítva lehetőséget adnánk az itt lakóknak, a környéken lakóknak a kertészkedéshez. Nagy örömmel végezték es, végzik ezt a ö, munkát, és nagy öröm számomra, hogy nem csak a lakosság jelentkezett erre a feladatra, hanem a környék intézménye is. Heltai Gáspár általános iskola egy ágyást ö, azt mondta, hogy szükség van rá, és a gyerekekkel együtt művelik ezt a területet. Az aprófalva óvoda, Donát aki csatlakozott. Egy másik volt az Operenciás volt a Bolgár Kertész utcából, szintén nap mint nap kijárnak a gyerekcsoportokkal, és a kis ágyásukat gondozzák, és azt hiszem, hogy ez a környezeti nevelés szempontjából is egy nagyon fontos dolog. Beszéljünk a közlekedési beruházásokról. Készült egy új Zebra a Bánki Donát utca környékén. Igen. A Bánki Donát utca és a Szervén utca találkozásánál ö, alakították ki a kivitelezők azt a gyalogátkelő helyet, ami közvilágítással is természetesen, új közvilágítással is meg van erősítve. Ez is nagyon elhúzódott ez a munka, mert április elején kezdték, és május végén adták át, de az időjárás tényleg nem segítette a kültéri munkákat. Nagyon fontos ez a helyszín biztonsági közlekedési szempontból, hiszen a operenciás óvoda, a Kafka Margit Általános Iskola, a már Általános Iskola vonzás körzetében van. Nagyon nagy, főleg reggel és délután a gyerekforgalom, a gyerekcsoportoknak a mozgása, és a szülők, a felnőtteknek a mozgása. Én azt hiszem, hogy a biztonságot nekünk szavatolni kell, elő kell segíteni, és ez a beruházás ezt a célt szolgálja. Régi igénye volt az itt lakóknak a zebra elkészítése, a gyalogátkelője el, elkészítése, ahogy én ígértem a programomban, sikerült megvalósítani, és örülök neki, hogy ez most már zöggenőmetesen biztosítja a biztonságos közlekedést az itt élők számára. Ugye a közlekedéshez nem csak a mozgás, hanem a megállás és a parkolás is hozzá tartozik, már pedig a parkolás ügyek körül komoly indulatok mozognak zuglóban is. A parkolás korábbi bevezetése megmozdította az itt rendszeresen parkoló kocsikat és újabb területeket keresnek, amit a kerület vezetése úgy próbál megkezelni, hogy megígérték a fizető parkolási zónák felülbírálatát, kibővítését a későbbiek során. Ez érintené a Pillangó Park és az önkörzetéhez tartozó több utca fizetőparkolását, ételét is. Hogy áll most ez a helyzet? Itt is, mintha valami késésről lenne szó. Igen, hát ebben a témában nagyon sok információt, kritikát, észrevételt és dicséretet is kapok, én, mint a körzet képviselő, dicséretet azoktól, és elismerést, akiknek egy kicsit az életük könnyebbé vált azáltal, hogy fizető parkoló övezet lett kialakítva a lakó körzetükben, mert végül meg tudnak állni a házuk előtt. Ez egy nagyon fontos forgalomszabályozási kérdés volt. Magyarul zuglónak átmenő forgalma óriási, és igazság szerint az volt a fő célja az önkormányzatnak, hogy Zugló ne legyen Budapest P pluszer parkolója. Azok, akik máshol laknak, és lényegében leteszik az autójukat az ősvezértér környékén, a metróra szállnak, ne foglalják el az itt élő emberektől a parkolás lehetőségét. Azáltal azonban, hogy mi egy fizető parkolási övezetet alakítottunk ki, a szomszédos utcákban megnövekedett a parkolóautóknak a száma, így a Fogarasi lakótelep, a Kerepes úti lakótelep, Padizsán utcától, Pillangópark irányában lévő részén, a Róna utca térségében és a Pillangóparkban is lehetetlen napközben sajnos parkolót találni. Ezért szükségszerű volt, hogy bővítjük a fizető parkolási övezetnek a területét, és a képviselőtestület egyhangulag elfogadta azt a döntést még 2018. decemberében, szerint bővítjük, szándékunkban áll bővíteni a fizetőparkolási övezetet, kiterjesztve a pillangóparkra, kiterjesztve a fogarasúti lakótelepre, kiterjesztve a kerepesú lakótelep azon részére, ahol eddig ez nem valósult meg. Köszönhetőleg, fok... nyilván a kedvezmények is a helyi lakosoknak ugyanazok lennének, természetesen... mint amelyek a más, már fizetős Igen. Az állandó lakcímmel és akik ide fizetik a, for... a, a gépjármű adójukat, azoknak 2000 forintos regisztrációs díj ellenében egész évben ingyenes parkolási lehetőség biztosítására kerülne sor ezekben a fizetőparkolási övezetekben is. Lényeg azokat szorítaná meg ez a helyzet, akik esetleg albérlőként laknak itt, vagy nem itt laknak, csak leteszik az autójukat és mennek tovább a belvárosba. A labda nem a mi térfelünkön pattog ebben a témakörben, ugyanis a Rendelet szerint és az eljárás szerint a fővárosi önkormányzatnak kell ezt a kérelmet elbírálni és jóváhagyni. Mi tarósulnék asztalára letettük ezt a javaslatot, többek között ennek a térségnek a bővítési javaslatát is, és a mai napig nem kaptunk erre pozitív választ, egyáltalán választ nem kaptunk erre, hogy mi a szándéka a fővárosnak az engedélyezését illetően csak akkor tud zugló önkormányzata tovább lépni ebben a folyamatban, és közbeszerzés kérni parkolóárak beszerzésére, működtetésére, üzemeltetésére, hogyha a fővárosi önkormányzat pozitívan bírálja el ezt a kérelmünket. Amikor ez a pozitív elbírálás megérkezik zuglóba, akkor egy forgalomszabályozási tervet kell készíteni, ez a következő eljárásrendi pont, ez meg fog történni ebben az évben pozitív elbírálás esetén, és 2020-ban fog ö, ö, lehetőség nyílni arra, hogy ténylegesen fizető parkoló övezet bővítésére kerüljön, és fellélegezzenek azok az uglójak is, akik jelenleg az autók áradata, áradata miatt bizony kellemetlenséget kell, hogy átéljenek, vagy a saját autójukkal nem tudnak parkolni a, a területükön. És még ezt hozzáteszem, ehhez hozzátenném azt is, hogy a ö, parkolás nem csak a, azt a nehézséget okoz, hogy nem, tud el, nem tudja elhelyezni az autó, a háza előtt, hanem sokszor a zöld területet is rongálják a parkoló autók, és ezáltal a környezetünk kárára is parkolási lehetőséget kapnak jól értem, akkor teljes egészében a főváros kezében Jelenleg, van pillanatnyilag igen. az ügy. Van-e arról információ mégis, hogy még az önkormányzati választás előtt a jelenlegi közgyűlés akar-e foglalkozni ezzel a kérdéssel? Általában én, ahogy ismerem a fővárosi önkormányzat működését, összegyűjtik a kerületi igényeket, bevárják, és ezt követően egy csomagban terjesztik a fővárosi képviselőtestület elé, közgyűlés elé, és ott fogják ezt elbírálni. Hogy most más kerületek részéről is van-e indítvány ezzel kapcsolatban, ezt nem tudom. Sajnos nincs információm arra vonatkozóan, hogy mikor terjesztik a főváros elé. Kicsit pessimista vagyok, hisz most már a nyárba beleérünk, azt gondolom még az iskolának is kitör a nyári szünet. Gondolom a fővárosi önkormányzatnál is ilyen szempontból nyári szünetet tartanak. Tehát ha ez egyáltalán terítékre kerül a önkormányzati választás megelőzően, akkor augusztus vége, szeptember, amikor ez elbírálásra kerület legkorábban. De még egyszer mondom, mi a feladatunkat teljesítettük, most már tarlós úrékon a sor. Köszönöm szépen az információkat. Köszönöm szépen a meghallgatást.